Na szervusztok gyerekek, itt vagyunk egy újabb videóban, és ebben a videóban több érdekességet fogok nektek megmutatni. Az egyik egy vasúti értelemben vett érdekesség, de hát kezdjünk rögtön azzal, hogy hol is vagyunk. Itt vagyunk Akadémia Újtelepen. Akadémia Újtelep története 1950-es évekre datálódik, és érdekessége az egyrészt az utcáknak az elrendezése, mind-mind úgymond egy ilyen pókhálós vonalat vesznek fel, és középen egy nagy-nagy térrel találkozunk, amit majd meg fogunk nézni egyébként. A másik pedig, hogy szinte New York-i mintára az utcákat mind-mind számozták. Tehát itt nincsen Petőfi Sándor utca, Kölcsei Ferenc utca, helyette van 501. utca, 502. utca, és így tovább is, így tovább. New Yorkban ugye ez azért divat, mert hogy olyan sok utca van, hogy egyszerűen már nem tudtak volna nekik nevet adni, és ezért kitalálták annak idején ezt a számozási rendszert. Hát itt kevésbé ez az oka szerintem legalábbis, egyszerűen csak valamiféle kuriózumot akartak belevinni Akadémia Újtelep történetébe, és azt kell mondanom, hogy ezzel mindenképpen érdekes lett, és nem csak ezzel, hanem tényleg a kinézetével is, mármint hogy az utcák elrendezésével is. Ezt egyébként közben mutatom nektek térképen, hogy hogy kell elképzelni Akadémia Újtelepet. Kicsit egyébként a Vekerle lakótelepre hajaz számomra, így az utcák elrendezésével, hiszen ott is középen a Kóskároly téren van egy úgymond találkozási pont és egy nagy tér, amit ugye nagyon sokan ismerhettek, hiszen annak idején a Barátok köztet is ott forgatták, sőt a külső jelenetekben a mai napig is használják a teret, illetve az ott található házat. De ne erről beszéljünk, hanem arról beszéljünk, hogy például itt az 504. illetve az 508. utca között, ha jól emlékszem, akkor új vasúti megállóhely épül, mármint hogy mindenképpen épül, csak hogy konkrétan az utca számokra jól emlékszem-e. És a lényeg az, hogy 2020-tól, tehát az idéntől, tavasztól fogják beilleszteni a menetrendbe, és készül el ez a megállóhely, úgyhogy kíváncsian várom, hogy jelenleg milyen stádiumban tart a történet, még egy alkalommal sem láttam, úgyhogy gyertek, először nézzük meg, aztán kicsit itt bóklászunk Akadémia Újtelepen, mert hogy van itt még érdekesség mindenképpen. Ja, és egyébként ez a megállóhely a Budapest 60 vasútvonalon lesz megtalálható. No, hát valahogy átvergődtem magam, mert hogy egyelőre egyébként itt a közelben nincsen gyalogos zebra. Gondolom ez majd változni fog akkor, hogyha megépül itt a megálló. És jelenleg így fest. Hát ha szigorúan veszük, már tavasz van, tehát hogy ez nincs kész. És azért ez még messze van a késztől. De hát igazából ez a sima egy peron, aztán ennyi kategória. És ahogy látom, talán egyfajta... Hát igen, ott szerintem egy... Ott... Szerintem egy aluljáró rendszer lesz, ugye? Hát nyilván, mert sok választás nincs, ugye? Vagy egy kis hidat csináltak volna, egy felüljáró hidat, ilyen gyalogos felüljáró hidat, vagy hát általánosságban inkább a bevett szokás az aluljáró. Úgyhogy valószínűleg ott lesz, hogyha valaki azon az oldalon száll le, arra úgy sem tud menni, mert hogy egyébként itt csak gyárterület van, mint ezt láthatjátok. Közben egyébként egy teher jön, azt le is fogjuk kapni mindjárt. Tehát ha ott száll le valaki, akkor szépen alul át kell jönnie ide, mert ugye Akadémia Újtelep az pedig itt kezdődik konkrétan, itt van a házsor, de hát nézzük is meg ezt a gigantot. Becske Andris kedvenc mozdonya, felvesszük neki, meg hát nektek is. Ugye láthatjátok, hogy itt kell majd valamiféle átjárót csinálni a Pesti úton, mert a Pesti út baromi forgalmas, tehát mindenképpen kell szerintem akár egy lámpa is ide. Láthatjátok, tehát itt iszonyatosan nagy a forgalom, és valahogy majd itt kell egy átjárási lehetőséget biztosítani az utazóknak, de alapvetően tényleg azt el kell ismerni, hogy ez egy jó helyen lévő megálló lesz. Ugye itt már láthatjátok az Akadémia Újtelep bejáratát, tehát ez egy lakott övezet, ahol igenis igény volt szerintem
arra, hogy legyen egy vasúti megállóhely, és ezt sokan fogják használni. Meg is érkeztünk ide a Akadémia Újtelep központjába. Ugye mondtam nektek, hogy minden utca tulajdonképpen befut ide, és itt egy nagy kör alakban egy parkot találhatok, sőt mögöttetek egyébként van egy óvoda, talán óvoda, de lényegtelen is. A 68-as busz egyébként itt végállomásozik. Tényleg a Kócs Károly térhez tudnám hasonlítani ezt az egész területet, bár azt kell elmondani, hogy szubjektív véleményem szerint a Kócs Károly tér azért nívósabb, de mondjuk a Kócs Károly térre nem végállomásozik egy buszjárat sem, de hát azért itt például mögöttem ez a Pózna, meg ez a nagy kopárság, ez annyira nem egy látványos dolog. Az érdekesség még az, hogy ugye a 60-i vasútvonalról jöttünk, ahol az új megálló is létesül, és a másik oldalon pedig, már innen hallom a vonatokat egyébként, a másik oldalon pedig a szolnoki vasútvonalat találhatjátok, vagy sokan Sűsápinak nevezik, pedig nem az, csak ugye a személyvonatok, ugyanúgy, ahogy például a 100-an monorig, itt Sűsápig közlekednek, és akkor onnan van egy zónázó rendszer, amivel el lehet menni szépen Szolnokig. De gyertek, nézzük meg azt is, én azt mondom. Már átjöttem a túloldalra, tehát Akadémia Újtelep a vágányok túloldalán van. Nagyon-nagyon veszélyes üzem megy itt, szóval ezt nézzétek meg. Itt az emberek szépen kialakították maguknak a kis átjárási lehetőséget. Na de hát, ha ott megnézitek szépen a sebességkorlátozást, akkor itt egy erős 80-as, ugye Budapesten belül azt hiszem egyébként is csak 80 km/h a legnagyobb megengedett sebesség, de hát itt ki van adva a legnagyobb megengedett sebesség. Mondjuk onnan, ez igaz, tehát hogy már innentől, de itt is elég sebesen mennek a vonatok. Ugye az előbb is elment itt a fecske szerelvény a 400-as vezérlővel, az sem éppenséggel lassan jött. És valahol én itt emlékszem egy vasúti átjáróra, ami megvolt, és azt megszüntették. Csak arra nem emlékszem, hogy ez egy aluljárós rendszerben működött-e. Majd szépen megnézem a fentről.hu, mert sajnos az, aki tudná választ, a Peti, most nem vette fel a telefont, pedig hívtam, és annak idején ez az ő ötlete volt, hogy erről még egyáltalán videózzak is. Én gondoltam, hogy ha erre járok, akkor ezt már eszközölöm. Bejebb is állok, mert egyébként jön egy flört, és ezt majd meg is láthatjátok, hogy micsoda veszélyes üzem folyik itt. Figyeljetek, úgy fog suhanni, mint az állat. Hát igen, szóval, hogy ezt nem élnéd túl, ezt a találkozást, és hogy az emberek itt sétálgatnak át. De mondom, tényleg nem emlékszem arra, bár ugye a lehetősége megvan, hogy egy aluljárós rendszer lehetett itt nagyon-nagyon régen, mert hogy itt tényleg olyan magaslatokban van a vágány, de nem emlékszem, hogy ez konkrétan hogy is nézett ki, csak arra emlékszem, hogy ezt megszüntették, és a mai napig az emberek ugye megszokásból itt járnak át. Sikerült beszélnem a Petivel, és helytálló, amit mondtam, tehát tényleg egy aluljáró rendszer volt ott, és nem is olyan nagyon-nagyon régen, szóval után fogok ennek tényleg járni, hogy találok-e még bármilyen képet róla, mert hogy mesélte a Peti, hogy még ő is ment át ott az aluljáróba, és ugye a túloldalon a helikopter lakópark található, és pont azt vetette fel a Peti, hogy szerinte nagyon hasznos lenne, hogyha ott a régi átjáró, aluljárós átjárónál is létesülne egy valamiféle vasúti megállóhely, ugyanúgy, ahogy ugye itt a Pesti útnál is létesül majd, mert hogy igény az lenne rá, ugyanis ezek azok a területek Budapesten, ahol tényleg konkrétan ugye nincsen semmi a buszokon kívül, illetve hát ugye a vasúti közlekedésen kívül, ami egyébként én meg azt mondtam neki, hogy elég sűrűn megáll itt ugye, hát nem is tudom hány rákos kezdetű megálló van itt a két vasútvonalon, de azt mondta, hogy igen, de tényleg nincs itt semmi más, tehát hogy a busz folyosón kívül, amiknek a 99,9%-a vagy az Örsvezérterére, vagy Kőbánya Kispestre megy be. Azokon kívül tényleg nincs itt semmi más, csak a vasúti közlekedés, és bár némileg tényleg olyan a feelingje itt a vasúti közlekedésnek, mint aféle villamos, de hát ugye ezek azok a területek, ahol se metró, se villamos, csak tényleg a buszok, illetve a vasúti hálózat, amit pedig ki kell használni, és azt gondolom, hogy ez mindenkinek az érdeke, az itt lakóknak és a MÁV-nak is. Szóval mindenképpen jó ez a vasúti megállóhely létesülése itt a 60-i vonalon, de igen, meggyőzött arról a Peti, hogy a szolnoki vonalon is kéne oda, hiszen akkor a Akadémia Újtelep azon része, illetve a helikopter lakópark, ami egy óriási lakópark, ami ugye nem olyan nagyon régen létesült,
Szóval, hogy annak a közlekedése is, vagy közlekedtetése is ki lenne szolgálva vasúttal. Úgyhogy ezen is el kell gondolkozni, illetve azon is, hogy érdemes volt-e megszüntetni ott az átjárást, a gyalogos átjárást, hiszen az emberek most fent járnak át a vágányokon, ami pedig nyilván nagyon-nagyon balesetveszélyes. Írjátok meg a véleményeteket, kíváncsi vagyok rá, és találkozunk természetesen legközelebb is. Addig is, sziasztok!